második labdát viszont begyűjtötte a Fehérvár. Haraszti teszi be két védő közé, az remek. Varga, gól! Megszerzi a vezetést a Paksi FC. Heister alszik el, itt a hiba. Haraszti egyből belöbböli az üres területre a két védő közé. És nagyon higgadtan oldja meg Varga. Egy labda átvétel után elgurítja a kapus alatt. Ez most nem valószínű, hogy kapura tekeri. Inkább beadás lesz belőle. Haraszti lágyan, ott is van a beadás, és ott is van a gól. Varga a gólszerző. Legalábbis, hogyha jól láttam, ő volt az, aki berobbantott középen. Közben ápolni kell, mert hogy egy kispesti játékos és a kapus Szappanos összetalálkoztak, és mind a ketten lent is maradtak. Itt most a 0-2-ről felállnak. Akkor lehet, hogy elégedettek lesznek ezzel. Haraszti, ott a fejes, 2-2! Az 57. percben egyenlít a Paks. Gyakorlatilag 2-3 perc alatt ez a két gól, és mind a kettőt Varga szerzi, mind a kettőt fejjel. A harmadik gólja most már Varga Barnabásnak. Szabó csúsztatja meg, Sajbán, elesik a 16-oson belül, 11-es! A 95. percben a paksiak is kiharcolnak egy 11-est. Jogos azonban a büntető, és be is lövik a paksiak. Varga! Mesterhármas! 3-3! Ez egészen elképesztő. Itt az utolsó pillanatokban nem volt kapura lövése sem ember előnyben a paksiaknak. Szabó Bálint viszi le. Diaby. Ezért penderült ki az alapvonalon túlra Szabó, és ezért kellett az ápolás. És ezért jár a 11-es. És meg is szerzi. Az 51. 52. perc fordulóján megduplázza előnyét a Paks. Varga nagyon higgadtan emelte a kapuba az 5. gólját ebben a bajnokságban. Szabó. Szépen húzza meg Pillár mellett. Szabó felnéz, hogy hol vannak a többiek, érkeznek-e már. Szabó beteszi középre, ott a fejes, egyenlít a Paks. Az 56. percben az első, talán igazán jó beadás. Itt van még egyszer, nem volt kint a labda, Szabó felnéz, csinál még egy cselt, átteszi a jobb lábára, és aztán Varga. Nyugodtan mondhatjuk, ebben a szezonban is tőle megszokott egyszerűséggel, lazán a fejes. Ott a fejes, gól! Varga! Három paksi is ott a 11-es pont magasságában. Ketten a védőket kötik le, a harmadik pedig kinyik kiváló beadását. Tökéletesen fejeli a kapuba. Jelenlegi állását tekintve érthető. Zsótér fejel. Szabó János bólintja vissza. És a gólvonalról nem tudom, hogy kirúgja, de 4-0. És megint egy bedobással indult az egész. Lesz sem volt, és ez úgy tűnik, hogy bentről menti már meg Clement. Talán innen látjuk igazán. Igen, ez Varga Barnabás találata. 4-0 a Paksnak a Honvéd ellen. 4-0. És ott az 5. Varga Barnabás szezonbéli 9. góljával a góllövőlista élére áll. Két bedobás és egy labdaszerzést követően. Varga Barnabás tud duplázni. Varga. Bőle. Ballal. Jó beadás, gól! Varga Barnabás! Hogy Mack miért nem avatkozott játékba, és mondjuk próbálta meg kifejelni ezt a labdát, azt talán csak ő tudja. De Jakobi sem volt a helyzet magaslatán. Visszajön Mesanovic is besegíteni a védekezésbe a kisvárdaiaknál, éppen felé száll a labda. Varga Barna, elesik Mesanovic mellett, büntetőt ítél a játékvezető lábbal.
eltalálja Vargát, aki először ér a labdához, nézzük meg itt a felpattanó labdát követően. Igen, Varga elpöccinti a labdát, Mesanovic pedig eltalálja a lábát. Na, nem várjuk meg a VAR vizsgálatot, jön a büntető, és egy kapufáról bepattanó góllal vezet végül a Paks. Varga 11. góljával a paksi tábor ünnepelhet. Itt van még egyszer az eset. Igen. Itt pedig az a büntető. Nagyon pontosan a kapufa tövéhez, hát ez védhetetlen így. Két nagy lehetőség most a paksiak előtt, rövid időn belül kinyik, beteszi középre, lecsorog a labda, gól! Varga Barna a gólszerző. Úgy tűnt, lehet, hogy szabálytalanság volt, vagy esetleg les. Hát itt lesről szó nincs. Ráadásul, ha jól láttam, akkor Dreskovicsról csorgott oda a labda. Skribek megint jól jön be. Nagyon veszélyes, Markek véd egyet. A VAR szobába pedig megnézik, hogy történt-e szabálytalanság Varga Barnabással szemben, vagy sem. És akkor nézzük meg. Hát itt kézzel eléggé körbeülelték Vargát, ez lehet, hogy büntető? Megnézetik a játékvezetővel. Esélye sincs a labdához ütni a Varga Barnabásnak, és ugye a hazaiak védője húzza őt lefelé folyamatosan. Itt a kép, ami több mint árulkodó. A videózást követően 11-est ítél. És egy sárgát is kiosztak Korvalszeg Stronátinak. A góllövő listát vezető Varga 13. gólját szerezheti, de nem lövi be, kipattanóból viszont igen. Hát akkor akcióból eredményes Varga, mondhatjuk, hogy kényszerítőzött Markekkel, de nyilván nem ez volt a célja. Hárította Varga 11-esét, viszont pekje volt, és Varga ezt vélt a leggyorsabban. 13 gólos már a bajnokságban Varga Barna. Jön a beívelés, ez sem veszélytelen. Ott a fejes gól! Egy percen belül fordít a Paks Varga duplájával. 13-ra 14. gólja ez Varga Barnabásnak. Felcsúti rövid zárlat. Megint veszélyes a szabadrugás, és nem tudnak felszabadítani a hazaiak. Gollá, aki első meccsén lép pályára Puskás Akadémia színeiben, fölfejeli, Varga Barnabás meg köszöni és megnyeri a légi párbajt Favorovval szemben, és ezúttal fejjel eredményes. Gyönyörűen megy föl, Markek hiába repül, nincs esélye. És elmondta Böde, hogy azért szákásított, főleg felsőteste is lábra edzett, nézzük most Bőle beadását, ott a fejes és a vezetés is megvan, Varga Barnabás. Tovább folytatódik a Varga parádé, parádés indítás Vastól. Huszti nem ér ki, Bőle itt nagyon jól tolja meg, előnyt szerez Husztival szemben, és a beadás is tökéletes. Egy picit lemaradt Csóka Vargáról, Mocsi sem áll jó helyen, úgyhogy viszonylag könnyedén fejelhet Varga Barnabás a hálóba. Kell a jobb összekötő helyén. Varga kapja végül, szép labdalevétel. Varga egy csellel, aztán még egyel, kiteszi Windeckernek a labdát. Windecker bal lábán, ott a fejes, ott a gól, Varga Barnabás. A kapustól, Simon Barnabástól jött a labda Szabóhoz, ahogy aztán átjátszották a középpályát. Varga csinált egy-két cselt, kirakta Windeckernek, ez kulcsmomentum volt, hogy jobb lábról bal lábra tette át Windecker, és hajszálpontos volt a beadás. Na hát ez úgy volt szép, ahogy. Az első perctől az utolsóig. Ott van még a lehetőség, Hán oda megy, elesik a 16-oson belül, Hán lemarad a földön, Alef lába pedig érkezett, és egészen biztosan eltalálta. Mert magától így nem áll meg egy lendülő láva levegőben. Na, megnézte Berke, videóbíró, büntető. Meg lesz a 17. szezonbeli gólja Varga Barnabásnak, ez itt a kérdés, hamarosan választ kapunk rá. Jöhet a büntető, Varga belövi. Mindenki Varga! 34. perc, Balog szabadrugása, Balog bele a sorfalba. Mi lesz az ismétlésből? Osvát kapja meg,
Osvát középre, ott a feje, Stibusz! És 11-es! Mi történt? Ott a fejes, és valóban Abena kezén megpattan a labda. Varga 11-ese tehát, és a kipattanót lövi be. 1-1. Pont középre ment. Dibusz ott hagyta a lábait. De a kipattanóra Varga érkezett. Hán jött és kérte, de nem ő kapja, inkább Vargát kereste ez a labda. Varga lent marad. 16-oson belül kiterült Paksiak támadója. Mutatja is a ferencvárosi védő, hogy lehet, hogy komolyabb a baj, de megy tovább a játék. Karakó. Fölül a kis képen. És továbbra is nézzük Kovácsevics könyököseit. Karakó pedig visszatér a pályára. Mi az ítélet? 11-es. Én azt gondolom, hogy jogos 11-es. 55. perc, Varga 11-ese tehát, és ez most egy határozott lövés volt. A 19. gólja a szezonban Vargának. Karakó megítéli a büntetőt, Varga pedig nagyon határozottan értékesíti. 2-1. Varga-barna csúsztatás, Hán el tudja még pöckölni, és összefut a két újpesti. 11-es ítél, Vad 2. Odafér még a védő és a kapus közé. Hán elpöcköli a labdát. És bizony beleakad a jobb lába, nem tud tovább menni. Nikolicsba. Varga tehát három lépésre, és kiegyenlít a Paksi FC együttese. A 32. percben úgy, hogy a nagyon komoly előszele azért ennek nem volt az elmúlt percekben. Ugye szöglet után volt egy veszélyhelyzet, amikor ki kellett vágják a kaputorkából az újpestiek, de azon kívül nem nagyon alakítottak ki helyzetet a vendégek. Hát összehozott egy 11-es nekik az újpesti védelem, és Varga ezúttal nagyon higgadt, nagyon magabiztos ítélet végrehajtó. Bőlével egy új szögletrúgó is érkezett a Paksiakhoz. És ebből a szögletből ki is egyenlít a Paksi FC. Varga Barnabás fejes nélkül, nem nagyon van Paks mérkőzés. 2-2. Az utolsó három gól most már rögzített helyzetet követően érkezik. Csereként beállva Pőle egyik fontos feladata a szögletrúgás, és egy tökéletes szögletet rajzolod a Varga fejére. Nikolics nem jött, pedig 3-4 méterre az alapvonaltól, vagy a gólvonaltól a gól király jelölt akkor, amikor fejel. Jó sok védő gyűrűjében, de Varga tudja elfejelni ezt a labdát, és nagyon okosan, nagyon tudatosan teszi le fejjel. Kovicsics kivált, jön a beadás, indít. Ott eltűnt Skivek Alen. Meg is nézi Káprány Mihály a büntetőgyanús szituációt. Ott ütött el Skivek bal lábát Leoni. Így van, büntető, teljesen jogosan. Lassan minden a helyére kerül. 43. perc. Varga berúgja, 5-0-ra vezet a Paks az első félidő hajrájában. Vargának pedig megvan a szezonban a 22. találata. Az irányt eltalálta ugyan Hindrich, de nem ér oda, jól helyezett büntető. Szépen ki a sarokra. Egy ütemmel lemaradt Hindrich. Varga fölöslegesen pörgette föl, de aztán a passz jó, Balog. Varga el lehet lőni, gyönyörű gól! Varga zsinórban a harmadik mérkőzésén dupláz, és lehet, hogy ezzel el is dönti a három pont sorsát. Itt Balog jól adja vissza Vargának, nincs őrzője, és tökéletes a lövés, mindig nem erre számított szerintem. Varga visszahúzta a rövid alsóba, jó erősen lőtt el, nem volt esélye a kapuban. Kecskeméti játékos ül a földön, a játék meg megy tovább, a Paks támad, Böde bekanyarítja, középre, ott a gól! Ugye Bödétől elvenni a labdát nem lehet, csak örökölni, Varga Barnabás pontosan tudja ezt,
közvetlen közelről csak meg kellett előzni a védőjét. Megvan tehát a szépítés nagyon hamar. Skribek be középre, még egy finom mozdulat, ott pattog a labda, Papp elakad, kezezést reklamálnak a paksiak. A játék egyelőre megy tovább, kinyik megint. Az viszont már hosszú lesz. Megnézte a Spori és a döntés. Büntető. És még egy sárga lap is. Sőt, piros, így most már vágó Leventének, hiszen volt egy sárga lapja. Kikerül ki győztesen. Varga Barnabás, 2-2. 8-as, 21-es Banó Szabó Bence helyére érkezik Riasco. Labdaszerzés, Skribek fölgyorsít középen. Skribek viszi még a labdát, Böde kapja. Át tudja venni, Böde még meghúzza az alapvonal felé, ellövi Böde, ott a kipattanó, gól! 2-0-ás kecskeméti vezetéssel mentek be az öltözőbe a csapatok a szünetben. És ebből lett most 3-2. Erre mondtam az előbb, hogy 2 perce maradt a Paksnak.